Továbbra is egy semlegesnek mondható ártartományban mozog az arany árfolyama. Ez a semleges ártartománya tekintetben semleges, hogy nincs iránya igazán az árfolyam mozgásának, oldalazunk nagyjából 1270 és 1330 dollár között. Ez az oldalazás már hetek óta tart, az elmúlt héten lehetett esetleg arra számítani, hogy megtörténik a kitörés ebből a nagyjából 50-60 dolláros szélességű sávból. Egyelőre ez nem következett be, most éppen a 1300 dollár felett tartózkodik az árfolyam, meg lehet, hogy eljut a felső határvonalig, 1330-ig is a kurzus, hogy ott aztán mi történik, az a jövő zenéje, megtörténik a kitörés, vagy ismét lefele csorog az árfolyam 1270-ig, ezt majd az elkövetkezendő napokban vagy hetekben fogjuk csak megtudni. Az biztos, hogy előbb vagy utóbb a kitörés be fog következni, és az valószínűleg nagy lendület, nagy erős impulzussal fog történni. Minek tudható be ez az iránytalan oldalazás? Egyfajta bizonytalanság van a piacon, számos tényező befolyásolja az arany árfolyamát, jelenleg nyilván az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos félelmek is jelen vannak, befolyással vannak a nagy jegybankok, az amerikai Fed, a japán jegybank, az Európai Központi Bank monetáris politikája, fontos a makrogazdaság alakulása az Egyesült Államokban, meg az Európai Unióban, de Kínában is, a távol-keleti, gondolok itt indiai és kínai aranykereslet van, fizikai aranykereslet van, fontos befolyása a jegybankok, aranyvásárlása is számítanak. Tehát végeláthatatlan lehet sorolni a különböző befolyásoló tényezőket, természetesen nem utolsó sorban a spekulatív tőke, mozgások, ide-oda hullámzása is fontos szerepet játszik az árfolyam alakulásában. Egy a lényeg, hogy ebben a pillanatban a befektetők bizonytalanok, senki nem látja egyértelműen az árfolyam elkövetkezendő hónapokban várható irányát, és egyelőre a kivárás jellemzi a piacot. Ugyanakkor ehhez hozzátartozik az is, hogy Damoklész kardjaként lebeg a Goldman Sachs amerikai befektetési bank, nagy amerikai befektetési bank ezévi prognózis, amely szerint az idei évben 1000 dollár környékére is eshet az árfolyam. A Goldman Sachsról már pedig tudni kell azt, hogy nem akárki a piacon, tehát az egyik legnagyobb, vagy hanem a legnagyobb piaci szereplő, főleg a határidős árupiacokon olyan volumenű tőkével rendelkezik, amellyel befolyásolni tudja, lehet akár mondani, hogy manipulálni tudja az árfolyamok alakulását, tehát hogyha a Goldman Sachs egy ilyen prognózist kilátásba helyez, akkor nagyon sok befektető, aki vételi oldalon szállna be az arany árfolyamába, bizony elgondolkozik, hogy merje ezt megtenni, vagy inkább várja meg, hogy tényleg eljut az árfolyam 1000 dollárig, és ott kezdjen el vásárolni. Hogy aztán mi lesz a valóság, azt az elkövetkezendő hetekben fogjuk megtudni, tehát mely irányba tör ki az árfolyam ebből az 50-60 dollár szélességű sávból, annyi valószínűsíthető, hogy amilyen irányba a kitörés aztán bekövetkezik, az az irány lesz aztán a mérvadó az elkövetkezendő hónapokban, 2-3 hónapban, a nyár folyamán adott esetben, tehát ha fölfelé hagyjuk el a sávot, akkor valószínűsíthető egy emelkedés nagyságrendileg 1400 dollárig, amennyiben viszont lefelé esik ki az árfolyam ebből a tartományból, akkor az 1200 dolláros árszint kerülhet napirendre.